Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Árstopp az üzletekben, olcsóbbak lettek az alapvető élelmiszerek. Tombolt a szélvihar, Tolna megyére is akadt dolguk a tűzoltóknak. Sikeres pályázatok, megújul az egyik legrégebbi tolnai óvoda. Február 1-én keddel lépett hatályba az árstopp a boltokban. Magyarország kormánya az alapvető élelmiszerek, mint például a kristálycukor, a liszt és az étolaj árát befagyasztotta. Ennek értelmében az utóbbiak ára nem lehet magasabb a tavaly október 15-i összegnél. Az emberek többsége azt mondja, az intézkedés nagy segítség számukra. Mindenféleképpen minden társadalmi helyzetben lévőnek segít. Liszt, cukor, tej, néhány alapvető élelmiszer, amelyek szinte minden háztartásban megtalálhatóak, és az elkövetkezendő 3 hónapban biztosan nem emelkedhet az áruk. Ugyanis a mindennapos bevásárlást érintő lényeges változások léptek életbe hazánkban, miszerint február 1-től 7 alapvető élelmiszerre árstoppot vezetett be Magyarország kormánya, ezek ára nem lehet magasabb, mint amennyi tavaly október 15-én volt. Amennyiben ez az ár kedvezményes volt, akkor az akció előtti összeget kell alkalmazni. Felmérések alapján havonta több ezer forintot is spórolhatnak majd az intézkedésnek köszönhetően a családok. Ez a 78 éves férfi azt mondja, 7 unokája van, ezért nagy segítség számukra az árak korlátozása. Hát szoktam combot vásárolni, kenyeret, lisztet, főz a feleségem, süt, ez nekem mind jó. Egyes üzletek mennyiségi korlátozást vezettek be a hatósági áras termékekre. Ennek oka, hogy mindenkit ki tudjanak szolgálni, és elkerüljék a túlzott felvásárlást az érintett árucikkekből. Van, aki azt mondja, örül annak, hogy ezzel pénzt tud megtakarítani. Brutálisan megemelték az árakat, és ki van téve, hogy akciós. Akkor ott nem akciós, mert vagy régi áron, vagy emelt áron árusítják. Orbán Viktor még január 12-én jelentette be az árstoppot. A kormány célja, hogy megvédje a családokat a rendkívül magas európai energiaárak miatt kialakult élelmiszer árnövekedéstől. Kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgóétolaj, sertéscomb, csirkemell és a 2,8%-os tehéntej esetében beavatkozunk az árak alakulásába. Ez azt jelenti, hogy ennek a 6 terméknek az árát vissza kell vinni arra a szintre, ahol a tavalyi év október 15-én állt. Ez minden üzletben meg kell, hogy történjen, és február 1-től kezdődően már ezen az áron lehet őket megvásárolni. Az árstopp a tervek szerint május 1-ig tart. A gyerekes családoknak és az idős embereknek akar segítséget nyújtani a kormány, mondta Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalára feltett videó üzenetében a kedden hatályba lépett árstoppal kapcsolatban. A miniszter kijelentette, a kormány célja megvédeni a magyar lakosságot a járvány és az elszabadult energiaárak miatt hazánkba is begyűrűző élelmiszer áremelkedéstől. E nagy mennyiségben fogyó élelmiszerek árának csökkentésével havonta több ezer forintot takaríthatnak meg a vásárlók. Az árstoppal különösen szeretnénk segíteni a gyermekes családokat és az idős embereket. A Fogyasztóvédelmi Hatóság folyamatosan ellenőrizni fogja az élelmiszerüzleteket, ahol a bejáratnál tájékoztatók is fogják jelezni az élelmiszer árstopp életbelépését. Éljünk ezzel a lehetőséggel! 9422 új koronavírus megbetegedést igazoltak hétfőn idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.562.827 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 66, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 41.471 főre emelkedett. 4218 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 169-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.364.000-en kaptak. Tolna megyében a hét első napján 264 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta 32.484-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Tolna megyében is lecsapott a Malik névre keresztelt vihar még vasárnap. A tűzoltóknak emiatt sok munkát adtak az épületekre, autókra dőlt fák és a megrongálódott kémények, valamint vezetékek. Van, ahol a károk felmérése még most is tart.
Ezek a felvételek vasárnap Pakson a Dózsa György úton levő üzletek előtt készültek. A képeken jól látszik a vasárnapi viharnyoma. Az erős szél leszakította, összetörte az egyik étkezde és fodrászat reklámtábláját, kidöntötte az egyik ingatlan kerítését, feldöntötte a hintaágyat az egyik házteraszám. Ezen a nézőnk által készített videón pedig az a porfelhő látható, ami a Cseresznyés úton is végig söpört, miként az M6-os autópályán is, ami a közlekedést is nehezítette. Vasárnap reggel a meteorológiai szolgálat a Malik névre keresztelt vihar miatt az ország több megyéjére és Budapestre is másodfokú narancsriasztást adott ki, ami késő estig volt érvényben. A legerősebb széllökések sebessége sokfelé a 100 km per órát is meghaladta. Az új fővárosi szélrekord a Jánoshegyen dőlt meg, ugyanis ott az országos meteorológiai szolgálat több mint 127 km per órás lökést regisztrált. A hétfő reggeli adatok szerint több mint 1600 tűzoltói beavatkozásra volt szükség a vasárnapi viharban. Jelentős késések alakultak ki a vasúton, és számos szolgáltatásban kimaradást okozott az erős szél. Tolna megyében 17 esetben kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Több helyen leszakadt távközlési vezetékekhez, kidőlt fákhoz riasztották a lánglovagokat. Tájékoztatott Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője. Főképp Tolna önkormányzati tűzoltóiak 6 esetben vonultak, de vonultak még önkormányzati tűzoltóegységek Tamásiból is, valamint a hivatásos egységeket illetően pedig Paks és Szekszár tűzoltói voltak azok, akik a legaktívabbak itt ebben az időszakban. Tolnán például a Szent István utcában egy lakóingatlan tetején lévő cserepeket bontott meg a szél, nagyjából 3 négyzetméter területen. Itt egy kihúzós létre segítségével pótolták Tolna önkormányzati tűzoltói a leesett, lehullott cserepeket. Ügyészen a Rákóczi Ferenc utcában egy lakóépület kéménye dőlt meg veszélyesen. Az ingatlan előtt álló autóban is kárt okoztak a lehullott kémény darabok. Pakson 3 esetben riasztották a tűzoltókat, és Dunaszentgyörgyön is akadt munkájuk a város lánglovagjainak. Dunaszentgyörgyön is vonulnia kellett a tűzoltóknak, ide Paks hivatásos egységei érkeztek a Rákóczi Ferenc utcában. Itt egy önkormányzat tulajdonában álló ingatlan lemeztetejét, meg a szélét szél megbontotta, kihúzós létre segítségével és akkumulátoros csavarhúzó használatává tudták ezt a lemezt visszaerősíteni az érintett ingatlanon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján hétfőn újabb Kori névre keresztelt viharciklon érkezik Magyarországra, azonban ez már sokkal enyhébb, mint a Malik. Szekszárdon a Hunyadi és a Tarcsai utcák kereszteződésében a vasúti Solompó átjárónál is megrongálta a vezetékeket a vasárnapi szélvihar. A jelzőlámpák azóta sem működnek. A közút már dolgozik a helyreállításon. A rendőrség azt kéri, az arra közlekedők legyenek figyelemmel a veszélyes helyzetre, és vezessenek a szokásosnál óvatosabban. Februártól a lakossági elzálog hitelek törlesztő részlete már alacsonyabb lesz, mint a korábbiak voltak. Először érezteti ugyanis hatását a január 1-ével életbe lépett kamatstop. A kormány intézkedése elsősorban a változó kamatozású jelzálog hitel törlesztő adósoknak jelent nagy segítséget. A kamatok emelkedése miatt egy átlagos, változó kamatozású lakossági jelzálog hitel havi törlesztő részlete akár 23%-kal, 11 ezer forinttal is emelkedhet. Ettől a többletkiadástól védi a kormány a családokat azzal, hogy februártól az idei év első fél évére ezekre a hitelekre lakossági kamatstoppot vezetett be, és a tavaly október 27-i szinten rögzítette a kamatot. Közel 500 000 család élhet ezzel a lehetőséggel, akik összesen 30 milliárd forinttal fizetnek majd kevesebbet a kamatstop révén. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően megújulhat Tolna egyik legöregebb óvodája. A Selyem óvoda eddig kimaradt a fejlesztési folyamatból, ám rövidesen energetikai korszerűsítés várható az épületben. A Covid miatt február közepére halasztották Tolna város önkormányzatának rendesülését, ám fontos kérdésekben kellett döntést hozni, így rendkívüli testületi találkozón elsősorban fejlesztési kérdésekben szavaztak a képviselők. A legfontosabbak ezek közül a határidők lejárta miatt váltak sürgőssé. A városatyák több pályázati lehetőség kihasználásának kérdésében foglaltak állást.
Ennek köszönhetően a belügyminisztérium pénzalapjából elnyert forrásból újulhat majd meg Tolna egyik legöregebb óvodája. Ma Selyemgyári óvodának a korszerűsítésére fogunk pályázni. Ez gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ami ebbe a maximálisan pályázható támogatásba, illetve a város önerejébe, ez egy 60 millió forintos összeg, ebbe a nyilászárócsere, külső hőszigetelés, vakolás és a tetőcsere minden tartozékával bele fog férni. A Pesso Felágnes polgármester azt mondta, bár tudják, hogy a város úthálózatának korszerűsítése is kiemelkedően fontos lenne, és ebben a pályázati alapban ez is forrást kaphatott volna, ám a tolnaiaknak már van ezt a fejlesztési koncepciót támogató beadott pályázata. Folyamatban van nekünk egy elég nagyszabású útrekonstrukciós projektünk, ez az út a jövőben, aminél már lassan aláírom a kivitelezővel a szerződést, és remélem, hogyha jó idő lesz, akkor hamarosan el is tud kezdődni az utak, illetve a járda felújítása. A város többi gyermekintézményében már megtörténtek a korszerűsítési munkák, mondta Tolna a polgármestere. Ezzel a pályázattal az elmaradásokat is tudják pótolni. Február erős hónap lesz. Ebben a hónapban kapják meg a gyereket nevelő családok a tavalyi jövedelem adójukat az átlagbér szintjéig. Folyósítják az első 13. havi nyugdíjat, megkapják az emelt minimálbért és a szakmunkás minimálbért az érintettek. Az SZIA-mentes bérüket a 25 év alattiak is kézhez kapják, valamint életbe lép az élelmiszer árstopp is, sorolta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook oldalára feltöltött videóban. Dömötör Csaba úgy fogalmazott, sok olyan intézkedés lép életbe, amelyeket a gazdaság erősödése tesz lehetővé. Több millió ember kemény munkája kellett ahhoz, hogy 2021-ben a gazdaságunk Európa egyik legnagyobb növekedését mutassa fel. Az a célunk, hogy ennek eredményeit minden magyar család és minden generáció érezze a saját életében. 15 millió forintos falugondnoki kisbusz nyert Decs. A járművet a Magyar Falu Program keretein belül vásárolta a település. Az ünnepélyes átadón Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő elmondta, hogy a falu önkormányzata már a 17. sikeres pályázatát tudhatja magáénak. Új falugondnoki kisbuszt vásárolt a decsi önkormányzat. A 15 millió forintos járműre a Magyar Falu Programban nyert pályázati forrást a település. Az autóbusz ünnepélyes átadóján Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő kifejtette, hogy Decs az elmúlt években rendkívül eredményesen pályázott az egyes támogatási forrásokra. 2018 óta a faluba közel 2 milliárd forint érkezett. Itt kiemelném az infrastruktúrális fejlesztéseket, a Magyar Falu Programot, a belügyminisztériumi pályázatokat, a toppos pályázatokat. Ebből a 33 pályázatból 17 volt, ami a Magyar Falu Programban valósult meg, de mondhatni azt, hogy folyamatosak a beruházások és a terveknek a készítése Decsen. A falugondnoki busszal együtt a település önkormányzata már a 17. sikeres pályázatát tudhatja magáénak a Magyar Falu Program keretein belül. A kis busz egy 9 személyes, komfortos jármű, amivel mozgássérült embereket is tudnak szállítani. A faluban többnyire az idős, szociálisan rászorult személyeket fuvarozzák majd. Ez a falugondnoki busz is egy nagy szolgálatot tesz a település közéletébe, elsősorban az idősek szállításában, de jellemzően infrastruktúrafejlesztés, útépítés, ádépítés, intézmények felújítása. Most erben van a temetőn egy urnafalnak a megépítése, játszótér építés, további járda és útfelújítások. Tehát én azt gondolom, hogy munka van bőven. Horváth István elmondta, hogy 2022-ben összesen 14 pályázati felhívás érhető el a Magyar Falu Programban. Regionális híreink következnek. Innovációkkal élénkítenék a baranyai gazdaságot. Bemutatják, mit tudnak a helyi cégek. Elítélték első fokon, 10 év fegyházbüntetést kapott a balesetező motoros drogfutár. Jegy nélkül utazott, ellenőrre támadt, börtönbe küldi az ügyészség.
Magyarország európai viszonylatban a mérsékelt innovátorok közé tartozik, ugyanakkor a GDP arányos ráfordítás évről évre növekszik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Baranya megyét az országos szint alatti ráfordítás jellemzi. A megyében sok innovatív vállalkozás van ugyan, de többen rejtve, elszigetelve dolgoznak. A helyi vállalkozásokban rejlő lehetőségek bemutatására jelenleg nincs egy olyan fizikai tér, amely virtuális modern eszközökkel felszerelve a potenciális befektetők és partnerek számára megmutatná mindazt a tudást, amivel rendelkeznek. A fenti problémák megoldására szükséges egy hiánypótló innovációs központ létrehozása, amelynek létrejöttére a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Baranya megyei önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. Együttműködési megállapodást köt. Már 2017-ben megfogalmazódott egy innovációs központ ötlete, mondta a hétfői megállapodás aláírásán az intézmény egyik kitalálója. Ugyanis sok olyan cég van a megyében, Pécsen, amelyik olyan terméket, szolgáltatást visz, amelyik innovatív. Azonban sokan nem tudnak erről, még a gazdasági szereplők közül sem mindenki. Hogy fogjunk össze, hogyha nem látjuk egymást, és azért úgy gondoltuk, hogy jó lenne egy olyan fizikai tér, ahova ezeket a termékeket, szolgáltatásokat és cégeket, valamint tudományos területnek a fejlesztéseit is összehoznánk. Ezt bemutathatóvá tennénk egymás számára is. Hiába foglalkozik külön osztály az egyetemen születő innovációk, eredmények, felfedezések kezelésével, a PTE is szívesen csatlakozott a kezdeményezéshez. Csak korlátozott mértékben tudjuk elérni azokat az ipari és szolgáltatóipari szereplőket, akik a városban, megyében és a régióban vannak, esetleg a régión túl határokon is, és én nagyon bízom benne, hogy ez a most születő központ ezt a célt fogja szolgálni. Már a fizikai helyét is megtalálták a most megalakuló központnak. Az innovációs központot a Mohácsi út végén az Alexandra irodaházban tervezzük megnyitni. 100 négyzetméter fog rendelkezésre állni erre a célra, és nyilván hibrid módon lesz, amit fizikailag fogunk megmutatni a fejlesztések közül, lesz, amit virtuálisan. Jelentkezni lehet ebbe a központba egyébként, de mindenképpen lesz bírálva, hogy kik lesznek azok, mivel mind a hely, mind a lehetőségek ilyen módon korlátozottak. De a központ is keresi majd az innovatív cégeket, vállalkozásokat. Ez a központ a megye gazdaságára is jó hatással lesz, mondja a megyei önkormányzat elnöke. Én azért tartom ezt kiemelten fontosnak, mert ha komolyan vesszük azt, már pedig komolyan vesszük, hogy a következő években a legfontosabb feladatunk a helyi gazdaságnak az élénkítése. Meggyőződésem, hogy ebből az egyik legfontosabb szeletet a már most is itt működő hazai, magyar, baranyai, pécsi, pécs környéki tulajdonú helyi innovatív, 21. századi technológiákat alkalmazó kis- és középvállalkozások megerősítésén keresztül vezet el ide az út. Az alapítók közül az egyetem és a megyei önkormányzat összesen 10 millió forinttal járult hozzá a központ megnyitásához. A megyei iparkamara a szakmai tartalmat adja, de az egyetem is hozzájárul ehhez, mint a megye legjelentősebb innovációs szereplője. 10 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a pécsi törvényszék azt a férfit, aki 2020 májusában balesetet szenvedett a Mecsekben. A vádlottnál ugyanis jelentős mennyiségű több mint 2 kg kábítószer volt. Az ítélet nem jogerős, az elkövető és a védelem felmentésért fellebbezett. A bűncselekményt nem követte el. Mint ahogy a korábbi tárgyalásokon, úgy most is ezt állította az a férfi, aki még 2020 májusában szenvedett balesetet a Mecsekben. Bár ő sérült meg, mégis vádlottként állt a pécsi törvényszék tanácsa előtt. Ugyanis a vádirat szerint a nála lévő hátizsákban több mint 2 kg tömbösített, úgynevezett felütés előtti állapotú, magas hatóanyagtartalmú kokain volt. Ezt a vádlott ismeretlen módon szerezte meg, és a feldolgozás után a fogyasztókhoz juttatás érdekében feltehetőleg Siófokra szállította volna ismeretlen helyre. Ebben akadályozta meg a baleset. Megint változom, hogy a tisztelt törvényszék, mint különös visszaeső, hiszen korábban is hasonló bűncselekményeket alkalmazott a bíróság előtt. Honvédi bűnösnek a DTK 176. szakasz első rendelés harmadik fokozatában ütközött, és a harmadik rendelés szerint minősülő jelentős mennyiségű kábítószerrel forgalomba hozatta a lelkületet. Kábítószer kereskedelmi büntetőnek is jelentében.
Az eljárás során végzett szakértői vizsgálat megállapította, hogy a vádlott által szállított kokainbázis mennyisége 40-szer haladja meg a jelentős és 4-szer a különösen jelentős mennyiség alsó határát. A nyomozóhatóság még a baleset napján a vádlott lakóhelyén tartott házkutatást, ahol a konyhaszekrényből további kábítószergyanús, kannaboid anyagokat tartalmazó növényi származékot foglaltak le. A férfi azt mondja, semmi köze nincs sem a hátizsákhoz, sem a benne található anyagokhoz. Korábban egyébként már többször is elítélték kábítószer miatt a bíróságon, legutóbb feltételes szabadlábra helyezték, ám ez idő alatt követte el ezt a bűncselekményt. Végül a pécsi törvényszék bírója bűnösnek mondta ki a vádlottat. A 2020. május 23. napjától előzetes fogvatartásra lévő vádlott bűnös kábítószer bírtoklása büntettében BTK 178 szakasz népbekezdés 4. fordulat 2-bekezdés C-pont. Ezért a bíróságban vádoltat, mint különös szerső 10 év szabadságvesztése és 10 év közügyek gyakorlásától eltiltásaiként. Szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata fegyház. Az ítélethirdetés után a vádlott és a védelem felmentés érdekében fellebbezett, míg az ügyészség 3 nap gondolkodási időt kért amellett, hogy indítványt tett a letartóztatás fenntartására, nehogy ezek után elmeneküljön a férfi. Mivel a bíróság álláspontja szerint is fennáll a szökés veszélye, így elfogadta az indítványt. Az elkövető bilincsben várhatja a másodfokú bíróság döntését. Dührohamot kapott, még az ellenőrnek is neki ment az a nő, aki tavaly szeptemberben érvénytelen jeggyel utazott az egyik pécsi járaton. Iratait nem adta át, sőt bosszúval fenyegette az intézkedőket. Agresszivitása csak a kiérkező rendőrök látán csillapodott. Akár 5 évet is kaphat a közfeladatot ellátó személy elleni támadásért. Busz megálló a pécsi Tüzér utcában. Itt szállt fel az a nő az egyik helyi járatra, aki ellen most emelt vádat a pécsi járásügyészség. A nő egy ismerősével utazott 2021. szeptemberében. A menetjegyüket a felszállást követően szándékosan nem érvényesítették. A későbbiekben a buszra felszállt 3 jegyellenőr, akik meg akarták büntetni a blitzelőket. A barátnő átadta személyes iratait, a vádlott nő viszont nem, ordibálni kezdett. Figyelmeztették, hogy rendőrt kell hívniuk, ha nem mondja meg a nevét, címét. A nő tovább kiabált, szitkozódott, majd megpróbálta a buszról lemenekülni. Ekkor az előtte álló jegyellenőrre támadt, egy alkalommal ököllel mellkason ütötte, és megpróbálta a buszról leszállni. Ez azonban nem sikerült neki, ekkor tovább folytatta a kiabálást, fenyegetőzést, megfenyegette az ellenőröket, hogy amennyiben majd nem lesz rajtuk kitűző, úgy majd meglátják, mi lesz velük, ki csinálja őket. Hiába próbálták megnyugtatni, nem sikerült. Az egyik ellenőr telefonálni kezdett, de a nő kiütötte kezéből a telefont. Ordibált a buszvezetővel is, mert nem nyitotta ki neki az ajtót, hogy leszállhasson. Végül csak akkor higgadt le, amikor megérkeztek az egyenruhások. A nőnek a cselekménye a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntetének a megállapítására alkalmas, ennek a büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés. Amíg csak 22 éves nőnek volt már dolga a bírósággal. Garázdaságért, rongálásért már büntetve is volt. Ezért az ügyészség letöltendő börtönbüntetést indítványoz az ügyben. A végrehajtását azonban kéri próbaidőre felfüggeszteni. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Árstopp az üzletekben, olcsóbbak lettek az alapvető élelmiszerek. Tombolt a szélvihar, Tolna megyére is akadt dolguk a tűzoltóknak. Sikeres pályázatok, megújul az egyik legrégebbi tolnai óvoda. Szerdán hideg front váltja az éjszakai meleg frontot. Sokfelé ismét viharossá erősödő széllel kell számolni. Többnyire az évszakos átlagnál enyhébb idő várható. Éjszaka csillagfényes égbolt valószínű. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint is figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!